Sorra készülnek a különböző bútorok ebben az asztalos műhelyben. Ez éppen egy olyan ágazat, amely a koronavírus idején sem tudta home office-ban foglalkoztatni dolgozóit. Márpedig a járvány legerősebb időszakában jelentősen visszaestek a megrendelések, amely nem tett jót az ilyen jellegű vállalkozásoknak. De számos más szektor is nehézségekkel küzdött, és mire egy évvel ezelőtt fellélegezhettek volna a cégek, februárban kitört a háború. A néhány hónappal később bekövetkezett energiaárrobbanás aztán újabb kihívásokat állított a vezetők elé, mondta el 35 perc című műsorunkban Comba Csaba, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. A megrendelések azok nagyon sok helyen és nagyon sokszor úgy vannak, hogy le vannak kötve egy jól működő cégnél hosszabb időszakra, a következő pár hónapra, vagy fél évre, akár egy évre is, fix áron, tehát ő nem tud árat emelni. Tehát nem tudja azt csinálni ez a vállalkozás, hogy akkor most az energiát ki kell fizetni magasabb áron, honnan szerzek ahhoz plusz bevételt, illetve a dolgozónak meg kell tartani, amit pedig csak úgy tudok megtartani, hogyha normális fizetést adok neki. Elindult az infláció hozzá még ráadásul, ami azt jelentette, hogy minden dolgozó, minden ember, minden normálisan gondolkodó ember azt nézte, hogy hogyan tud magasabb jövedelemhez jönni, vagy jutni, és hogy tudja azt megkapni. A vállalkozás vezetője, vagy vezetői pedig azon törték a fejüket, hogy miből adjanak a dolgozóiknak valamennyi kompenzációt legalább, hogy a megnövekedett árakat is tudják fizetni. Tehát két oldalról is támadás érte a vállalkozásokat, egyrészt az energiaárakban, másrészt pedig az infláció növekedésével. A VOSZ társelnöke elmondta, a kormányzat megpróbált segíteni, első körben az energiaigényes vállalkozások kaptak állami támogatást. A szövetség a novemberi tárgyalások alkalmával aztán azt javasolta az államnak, hogy a kialakult helyzet fényében a tervezett 16% helyett csak 12-13%-kal emelje meg a minimálbér összegét. Végül is elmentünk a 14-16%-os mértékig. A szakszervezetek és ezt tudomásra vették érdekes módon elég hamar. Tulajdonképpen nem is volt nagyon vita, tehát a munkadók és a munkavállalók között. Annak ellenére, hogy volt egy időszak, amikor a szakszervezetek 20% körül akartak, vagy a fölött is, de erről nagyon hamar lemondtak, mert megértették azt, hogy miből és hogyan. Hát a kevesebb ember is jobb, mint a tömeges elbocsátás. Ugyanis az alapelv az volt a kormányzat részéről, ezt mi tudtuk már a VOSZ-ban az ősz folyamán, hogy korábbi években, amikor a minimálbér megemelkedett, a vállalkozások kaptak valamilyen támogatást. Tehát a szocó csökken most több év alatt 2%-kal, 3-mal, mikor mennyivel, és ezt kijelentették, hogy nem fognak tudni az állam, a kormányzat kompenzációt adni. Tehát egyrészt azok a vállalkozások kerültek itt nehezebb helyzetbe, akiknek a dolgozóik nagy része, vagy esetleg mindenki minimálbéren van, akkor most fel kell emelni ez a 16%-kal minimálbérnél, a szakmunkás bérnél pedig 14%-kal, azzal szemben pedig semmi támogatás. Még az a 2% sem, ami a szocióból lejött. Az nem annyi, mint a bér az igen, nagyobb összegű, mint a szoció. Comba Csaba úgy látja, a gazdasági környezet és a termékek iránti kereslet csökkenés miatt idén is nehéz évre van kilátás. Hozzátette, tömeges elbocsátásokra ugyan nem kell számítani, de a korábbiaknál nagyobb számban lesznek olyan vállalkozások, amelyek csökkenteni fogják a dolgozói létszámot, és olyanok is, amelyek az elmúlt évek nehézségei miatt végleg befejezik tevékenységüket.